marketing és a sales a 80-as években ritkán használt kifejezések voltak, de Vörös István és a prognózis tagjai a gyakorlatban már használták ezeket. Persze az együttes nem csak a reklám tevékenysége révén vált ismerté, gondoljunk csak a nagy slágerekre, mint a Tele van a város szerelemmel, vagy a Hajsza. Ha mégis vállalod, jó Én a zenében nagyon fiatalon szerelmesedtem bele. Mikor megláttam a tévében, hogy énekelnek, gitároznak, akkor rögtön tudtam, hogy én színpadon szeretnék lenni, és énekelni a dalaimat. 5 éves koromtól tanultam a zongorát, ugye klasszikus zenét tanultam 10-valahány évig, és akkor, amikor a prognózis megalakult, akkor még 2 műfajt tanultam amellett, mert tanultam a klasszikust, és mellette tanultam a könnyű zenét, és már 16 évesen vizsgáztam. Mikor megkaptam az első gitáromat, apám hozta külföldről, akkor elvonultam a fürdőszobába, és elkezdtem így ütögetni, és ellentétben másokkal nem a akkor aktuális dalokat kezdtem el pötyögni, hanem rögtön írtam szöveget, hát olyat, amilyet, ugye, amilyet mindenki először tud. De az már jellemző volt, hogy inkább a saját dalok irányába indultam el. Vendéglátóipari vizsgát lehetett akkor tenni, ezt az OSK vizsgát, ilyen ideiglenes vizsgát kaptam, mert még ugye nem volt meg az érettségim, és egyből be is nyomtak olyan helyekre, ahova amúgy 18 éves korom alatt be se tehettem volna a lábam, és akkor ott kellett zongorázzak esténként. Értem egyszer egy rockoperát, és de hát az úgy ott van a polcon. 78 környékén én már játszottam különböző zenekarokba, ami azért fellépett itt-ott, meg előzenekarként játszottunk, azt hiszem Pánik együttes, meg Stressz együttes névem. Ilyen fesztiválokon indultunk, mindenféle amatőrklubokban játszottunk. 1972-től talán vannak zenekaraim. Az első komolyabb zenekar az a Nevada nevű formáció volt. Radics Béla után kerültem a zenekarba, akiről mindenki tudja, hogy a nagy gitár király volt, hatalmas egyéniség, és hát nekem fiatal fejjel választási lehetőségem nem volt, rögtön fejest ugrottam a mélyvízbe, és így lettem Radics Béla után a Nevada együttes gitárosa. Szép emlékem van, például még a Radics Bélával nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon jó kapcsolatunk volt, egy helyen próbáltunk, például vele volt a kapcsolat. 81-ben mi előtte 2 évvel a Vörös Pistivel, a főnökkel, ugye, együtt voltunk katonákban. Elkezdtünk zenélni, Ervin, Béla akkor még nem volt a zenekar tagja, a laktanyában volt egy százados elvtárs, aki billentyűs hangszereken játszott, a kormos testvérek. Végülis ott alakult a prognózis, előtte ott Hadirok néven, gondolom ez már ismerős félig meddig, Hadirok néven. Én stúdiós voltam, a Pisti azt hiszem Nyúl, Honvéd magyarul, és akkor ott játszogattunk a Tiszti klubba. És szerencsére nem az a tisztek kedvére kellett dalokat megtanulni, hanem már akkor a saját témáimat zenekarra átültettem, hangszereltem, és elkezdtünk játszani építőtáborokban. És frenetikus siker volt, megőrült az egész építőtábor. Ez milyen zene volt, ez a Hadirok? Hadirok? Azt hiszem kicsit keményen, mint a prognózis, tehát az echte rock. Improvizációval együtt, mindennel együtt. Leszerelés előtt beszélgettünk, hogy hát ezt folytatni kéne. A Vörös Pisti mindenképpen alapított volna a zenekart, tehát akkor már őt eldöntötte, és keresgélte a lehetőségeket, én úgy gondolom. Aztán ott véletlenül összefutottunk, abszolút véletlenül velem, én is vidéki gyerek vagyok, és akkor alakult, hogy akkor jöjjünk föl Pestre, ő pesti volt, én vidéki voltam, és akkor így alakult, és akkor már csak egy billentyűs
hiányzott a zenekarban? Rendszeresen játszottunk az akkori Gemini együttessel a akkor még nyitva levő Metroklubba, ahol a műsor szervező kérdezte meg, hogy nem kéne egy új formációt létrehozni, mert hogy van egy barátja, aki épp katona, ő a Vörös Pisti, aki a katonasága során a Hadirok nevű zenekart hozta létre, mint katonai szabadfoglalkozás vagy kultúrfoglalkozás címén. És hát ugye ez a zenekar, ez lassan a tagjai leszerelnek, és újra kéne éleszteni, vagy át kéne hozni ugye a civil életbe az ott meglévő művészi értékeket. Nekem a terveimben az volt, hogy visszajövök Budapestre, és majd egyszer csak rámosolyog a szerencse, és valamelyik nagy zenekar elhív gitárosnak. És akkor mondta az egyik tag, hogy ne várj te, Pisti, semmire, mert sok vagy te egy zenekarban. Tehát zene, szöveg, gitár, meg stb. És gondoltam, hogy valóban nem várok én semmire, nincs itt erre már idő. És úgy, ahogy van, a zenekar feljött Bajáról Budapestre. Úgyhogy abból a zenekarból gyakorlatilag hárman jöttek át az új zenekarba. Ugye a dobost, a Bátfai Gyurit kellett még megkeressük, és hát jó magam mentem a annak idején a hivatásos tisztként szolgáló billentyűs, akkor ugye maradt katona vidéken helyére, és akkor így hoztuk létre a prognózist, így alakult meg. Béla papája találta ki, egyszer csak csörgött a telefon, kerestünk neveket, gondolkoztunk, mi legyen a zenekar neve. Felvetődött rengeteg szó, és akkor Béla papája mondja, hogy legyen az, hogy prognózis. És akkor úgy hirtelen gondoltam, mert ez nem is hangzik rosszul, és akkor így lett prognózis. Még akkor nem szerettem le, amikor alakult ez 81-ben, hanem csak utána egy pár hónapra rá. Úgyhogy amikor alakult a zenekar, igazság szerint én még Baján voltam, honvéd. A zenekar feljött Bajáról Budapestre, és egy budaörsi vikendházban, fa vikendházban elkezdtünk gyakorolni. Nagyon hideg volt. Mindez február 21-én. És akkor fogtad magad kis vidéki gyerekként, feljöttél Budapestre? Így van, így van. Szinte azzal sem mentem, már egyből jöttem, mert már harmadik napon leszereltem, már fellépés volt itt fönn Pesten.